részletet az idei házi matek versenyen. Remélem most már ez egy olyan dolog lesz, amit minden évben ismételni fogunk. És szeretném kiosztani a díjakat, de köszönetet is szeretnék mondani nektek, ezt ki ne hagyjuk, hogy nekem, és ezt el kell, hogy mondjam, hogy mindenki hallja, mert remélem sokan megnézik a Facebookon, egy élmény volt az a nap, amikor írtatok. Tehát azt, amikor én ugye 7.-8.-nál ültem benn, olyan szinten beletettétek magatokat, és ez élmény volt látni ezeket a fejeket, akik itt támasztanak és ezerrel gondolkodnak. Tényleg nagyon nagy dolog volt, és azt láttam, hogy nem csak ti, akik most itt ültök, hanem mindannyian beletettétek tényleg magatokat, és tényleg az iskolának a krémje volt ott. És ezt köszönöm nektek, hogy ezt az élményt megélhettem. Na és akkor nézzük meg, hogy a helyezések hogyan alakulnak. 5. osztállyal kereszt szeretném kezdeni. 3. helyezett az 5. C osztályból Majercsik Gergő lett. Gyereki, légy szíves! Le. 2. helyezett Rád Zsombor lett, 5. B osztályos tanuló. Ő az Edina tanítványa, és akkor ő fogja átvenni a díjat. És így az első helyezettnek is, a Lenkei Izabellának is, aki szintén 5. B osztályos, és szintén sajnos beteg, és az Edina néni fogja pótolag átadni neki. És akkor menjünk a 6-osok felé, sajnos én ezeket jellem írtam le. 6. osztályban a 3. helyezett lett Sümegi Mira. Gratulálunk neki. Gratulálunk, Mira. Gratulálunk. 2. helyezett Asztalos Petra, szintén 6. osztályos tanuló. És 1. helyezett Mihály Nóri lett, szintén a 6. osztályos. És akkor jöjjönnek a 7-esek. 3. helyezett lett a 7. osztályból Belső Áron. Gratulálunk neki. És most én hozzám, hogy gyere ide. Gratulálunk. 2. helyezett lett, és ezt el kell mondjam, hogy egy pont volt a 2. és az 1. helyezett között, a Békesi Ádám és a Tóth Benedek között. És azért döntöttünk így, mert tényleg most Ádám szívem, lelkem rajta, a Benedek tényleg önmagát meghazudtolóan olyan részletes magyarázatot adott, hogy le a kalappal. Tehát ő most versenyzett. Ő nem matek dogát írt, ő versenyzett. És ezért elette a 2., és nagyon köszönjük, nagyon szép fogunk. A legtöbb pontszámot is egyébként a 7. C-s csapat nyerte el, tehát nagyon szépen belevették magukat, és mindenek fölött gratulálunk Tóth Benedeknek, aki tényleg oda tette magát teljes erővel. Gratulálok. És akkor jöjjönnek a 8-osok. 8-osoknál, hát a 3. és a 4. helyezett egyforma pontszámon végzett. Ezek voltak a Kitty és a Megyeri Krisztián, és én azért döntöttem úgy, hogy a Kitty, mert hogy sokkal jobbak a magyarázatai, sokkal jobban leírta, ezért sajnos Kitty tovább most a szóbeli felvételén vesz részt, ezért a gratulálok a tanítótanárának, és ő majd átadja neki. 2. helyezett a Légrádi Norbi lett, a 8. osztály. Az én tanítványom. És gratulálok Csuba Marcinak, mert már végre egyszer, én annyira vártam, Marci, hogy kihozd már magadból, ami ott benn van az agyadban. Mert én látom ezt fizika órán, hogy boldogtan jó fej vagy. És ezt hozzáteszem, ő volt az utolsó, aki kilépett a teremből, annyira dolgozott, hogy ezerrel dolgozott, és komolyan beletette magát. Nagyon szépen kérlek, hogy a kerületi versenyen is szeretnék számítani rád, akár egy helyezésben.